Győzelemmel zárta az Eger Ese együttese a 2020-21-es szezont. A Pest megyei háromnegyed pályás bajnokságban a Göd csapatát fogadták a felsővárosi sporttelepen, és 2-1-re nyertek. Ezzel az egriek a bajnokságban az 5. helyen végeztek. Ezúttal is gratulálunk hozzá. A folytatásban a szezont fogjuk értékelni a csapatkapitánnyal, Borosi Dorinával, jó estét, szervusz, illetve Vitányi Lászlóval, aki itt ugyan játékosan mondta, hogy játékos, de hát tudjuk azért, hogy edző. Sziasztok, jó estét kívánok! Nos, akkor először is, mert én ezt megkérdeztem tőled, valamikor mondtam, hogy a múlt évezredben fociztam, de nekem nem volt tiszta ez a háromnegyed pályás történet, hogy ez pontosan mit is jelent, hogy a nézőknek is legyen képük arról, hogy mi is ez a... A háromnegyed pálya azt jelenti, hogy a 2-16-os között... Tehát egy nagy pályás, egy rend nagy pályás, 2-16-os. Széle ugyanaz, és a 2-16-os. Tehát az a rövidebb, gyakorlatilag 32 méterrel akkor, ugye, hogy pontosak legyünk. Akkor beszéljünk arról, hogy milyen volt az idei szezon. Dorina, mondjuk játékosként, jó, hogy lelkileg és fizikailag, ugye elindultok valamikor a nyár végén egy alapozással, a szokásos történet, aztán elindul a bajnokság. Nektek volt leállás a bajnokságban, vagy végig tudtátok játszani? Hát volt ugye nyilván egy kis leállás, de ezeket a meccseket tudtuk pótolni. Tudtátok pótolni? Igen, igen. Aha. Na és akkor milyen volt ez lelkileg, fizikailag? Hát a kihagyás ez szerintem mindenkit rosszul érintett. Meg igazából visszaszokni is kicsit nehezebb volt, mert ugye így mindenki elszokott az ilyen fizikai testmozgástól, meg erőlködéstől, aztán... Érezhető volt eleinte kezdetben? Persze, igen, 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 meg kevesen is voltunk az elején, mert ugye nem mindenkit engedtek úgy, illetve a bejárás se tudta mindenki úgy megoldani, hogy jó legyen, úgyhogy eleinte akadtak nehézségek. És milyen volt a szurkolók nélkül? Azért ez egy kardinális kérdés, azt hiszem. Hát igazából nekünk annyira nem számított, mert igazából olyan sokan nem szoktak lenni, hogy ez így minket megviselt volna. Ja. Na de akkor vezetőedzőként, mert hogy beszélgetünk kézilabdáról, vízilabdáról is már sokat, ugye folyamatosan motiválni kell a lányokat, és egy ilyen helyzetben ez meg különösen fontos, amikor leállunk, nem állunk le, elmarad a meccs, nem marad el, ezt gondolom azért nem könnyű edzőként kordában tartani. Én azt gondolom, hogy senkinek nem könnyű edzőnek se, egyértelmű, de a játékosoknak se. Annyiban speciális ugye a női csapatunknak a helyzet, hogy az U20-as korosztállyal együtt edzenek, tehát közösen tartjuk az edzéseket. A Pest megyei bajnokság egy viszonylag rugalmasabb volt nekünk, ugyanis ott folyamatosan mentek a különböző bajnoki mérkőzések, ezért úgy próbáltuk meg áthidalni azt a szünetet, vagy amikor nem tudunk annyit játszani, hogy futszába indítunk el a lányokkal. Pest megye indított futszát, és így viszonylag versenybe tudtuk őket tartani. Aha. Nyilván ez azzal is járt, hogy egy kicsit meguntak engem, de igyekeztem valahogy kompenzálni a dolgot. Egyébként hogy képzeljük el most a női futballt? Egy kicsit tegyük, ugye most lányt az EB kapcsán végképp háttérbe szorultok, ha lehet ilyet mondani, de ti nem professzionális labdarúgók vagytok, hanem van mellette főállásotok, és emellett futballoztok, vagy professzionális labdarúgók vagytok? Mindenkinek van mellette, vagy állása, vagy iskolában jár. Igen. Tehát munka, iskola mellett igen, jártok igen, ez igen. Is. Heti hányszor találkoztok? Hetente háromszor szoktunk edzeni. Amikor olyan elfoglaltsága van a lányoknak, hogy munka vagy iskola miatt, akkor lehet, hogy csak heti kettő. Ezt a hármat azért úgy évközben idekeztünk tartani minden esetben. 16 évig állt a női labdarúgás? Jól tudom, 17-ben indult újra, vagy csak ti indultatok el 17-ben újra itt Egerben? 2 év álltunk rá jobban a női focira, és ennek az egyik ugye úgymond végterméke lenne a női felnőtt futball, de ehhez először le kell raknunk az alapokat. Ami jelenleg már azt mondom, hogy viszonylag stabil, de még nem annyira stabil, hogy magasabb szintre lépjünk a felnőtt lányokkal, de a célunk mindenképpen az, hogy hamarosan visszakerüljenek az NB2-es bajnokságba, de azt se szeretném, hogy túl hamar jöjjön ez, és esetleg olyan negatív hatások érik a lányokat, hogy többen elforduljanak a sportáktól. Az utánpótlással hogy álltok egyébként? Mennyire érdekli a fiatal lányokat? Azt gondolom, hogy nagyon pozitív a változás. A 2 éve kezdődött kampányunknak köszönhetően. Immáron a legkisebbektől, tehát U6-os korosztálytól vannak lányok, kimondottan lányokkal is tudunk foglalkozni, és szinte minden korosztályban található egy 5-6 lány.
A utánpótlás csapataink bajnoki rendszerben vannak, ezek közül az U20 és az U16 megnyerte a bajnokságot, az U14 pedig második lett, úgyhogy lesz majd honnan építkezni, de nekünk ezt az átmenetet ugye nagyon figyelni kell, illetve hát ugye a lányokra is, hogy a fiúkra is rengeteg olyan hatás van, ami elszívó a sportáktól, mi ezt próbáljuk valahogy kompenzálni, hogy nálunk maradjanak. Uh-huh. És nyáron mennyit fogtok pihenni, mikor kell elkezdeni a felkészülést a következő szezonra? Udarina nagyon néz Lacira. Ugye az agy még egy hetet, tehát ugye az volt benne, igen. Igen, kicsit speciális lesz a lányok helyzete, ugye még úgy néz ki, hogy a héten is edzeni fogunk, a pontos felkészülés még ugye attól is függ, hogy a bajnokság mikor fog kezdődni, de ahogy a télen, úgy a nyáron sem akarom hagyni pihenni őket, ezért július elején már a Strandfoci NB2-es bajnokságban fognak szerepelni Balatonlellén, úgyhogy igazából nem nagyon fognak. Az azért nem olyan rossz, hogy nem, tehát hogy Balatonpart egy kicsit strandfocizni. Igen, igen. Dorina, engem érdekelne, akár mint egykori labdarúgót is, de érdekelne az, hogy egy hölgyet mi késztet arra, hogy ő labdarúgó legyen, mert hogy ez tipikusan igazából a bokszal kapcsolatban beszéltük erről, hogy nagyon sztereotípként férfi sport. Pláne csapatkapitány. Igen. Hát szerintem igazából mindenkit más vesz rá, hogy igazából ezt a sportot válassza. Hát én először öcsémnek az edzésére látogattam, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy én ezt szeretném csinálni. És a szüleid mit szóltak? Azt mondták, hogy csináljam, hogyha szeretném, és akkor már következő edzésen ott a kisfiú között én is elkezdtem kicsit focizni. Igen, mert ez jellemző volt egyébként, bocsáss meg, hallottam, hogy lányok fiúkkal fociztak pont ebben az időszakban, amikor ugye nem volt lány labdarúgás, hogy fiúkhoz csatlakoztak, edzésekre jártak. Milyen a csapat szellemetek? Változó, de most a legutóbbi időben szerintem elég jól összekovácsolódtunk. Uh-huh. És én azt érzem, hogy tényleg egy nagyon jó közösséget alkotunk, és akár a pályán, vagy akár a pályán kívül számíthatunk egymásra. Az fontos, ugye, hogy a pályán kívül is megértsék egymást a lányok. Ugye? Mert ez előnyt jelenthet a továbbiakban. Oké, akkor mondtad, hogy a következő szezon, ugye a versenykiírásotok még nincs, de mondtad már, hogy futsalban is pályára lépnek a lányok, strandfociban is. Mivel kínzod még őket? Pontosítanék, mert versenykiírás van, azt nem tudjuk, hogy mikor indul a bajnokság. Jó, hogy nem tudjátok, hogy mikor jelenleg ugye a klub vezetésével is dilemmában vagyunk. Ugye nekünk egy nagy tervünk az, hogy női kiemelt központ legyen az Eger a labdarúgásban. Mm-hmm. És most éppen, hogy lemaradtunk, pontosan annak köszönhető, hogy csak 2 éve indult el ez a dolog, amit csinálunk, de jövőre jó esélyünk van arra, hogy megkapjuk. És ugye emiatt nagyon meg kell nézni, hogy milyen bajnokságban indulunk. Uh-huh. Most mi azt látjuk jelenleg, hogy vagy a megyei bajnokságban maradunk továbbra is, vagy az NB2-be megyünk, illetve lehetséges, hogy mellé majd a futszert betesszük kiegészítő sportágnak, ami adott esetben egy edzést is ki tud váltani, de mégis mérkőzés szituációt ad a lányoknak, és továbbra is arra törekszünk, hogy a fiatalokat tudjuk játszatni akár a nagypályásba, akár a futszába. Hát ez a terv, amennyiben nem indulunk az NB2-be, akkor az is felmerült bennünk, hogy 2 megyei bajnokságba fogunk benevezni, hogy a meccs terhelés megfelelő legyen nekik. Van egyébként, sejtem a válaszodat, csak kérdezem, hogy célkitűzésetek a következő bajnokságban, bárhol indultok? Tehát nyilván, hogyha az NB2-be följutok, akkor szerényebb célkitűzéseitek lesznek, gondolom én, ugye újonc csapatként, de hogyha maradtok itt, akkor megnyeritek jövőre? Hát, nem feltétlenül helyezésbe szoktam gondolkodni, mint vezetőedző, vagy mint akár mondhatom, hogy a klubnak a szakmai vezetője. Inkább azt szeretném látni, hogy amit a Dorina is mondott, hogy a lányok szeressenek edzésre járni, és hogy azokat az elemeket, amiket mi a szakmai programba lefektetünk, hogy ők azt a mérkőzésen meg tudják valósítani. Én úgy látom, hogy többször játszottak jól, mint rosszul ebbe a bajnokságba, de pontosan az, hogy a rutintalanság, hogy egy kicsit későn kezdtünk el velük foglalkozni, ez eredményben nem feltétlenül jelent meg idén, és azt gondolom, hogy jövőre se feltétlenül fog ez megjelenni, de mindenképpen előrelépést várok a eredményességbe is, hogy konkrétan válaszoljak. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk megnyerjük a megyei bajnokságot, de nyilván nagyon szeretném, hogy a dobogón végezzünk. Ha NB2-be indulunk, ott egyértelmű az, hogy minél előrébb végezzünk, más célom is lehet. Megmondom őszintén, olyan jó azt hallani egy szakvezető részéről, hogy nem nyomja agyon a csapatot a különböző elvárásokkal, és ettől szerintem nektek is könnyebb lesz. Jó, futni soha nem egyszerű, meg 40 fokban én ezt értem, de kitartás nektek, nagyon-nagyon sok sikert, és kívánjuk, hogy minél több ifjú hölgy járjon futballozni is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánunk. Köszönjük a meghívást.